Egy mozi, amely három fantasztikus magyar labdarúgóról és választott klubjukról, a Barcelonáról szól. A stúdióban köszöntöm a Magyarok a Barszáír című film rendezőjét, Kocsis Tibort, és az olimpiai bajnok futballistát, Duna Jantalt. Szervusztok, nagy örömömre. Itt vagytok, a stúdióban állunk, és azt kell mondanom, hogy végre a film eljutott Újpestre. Igen, hát én gondolom, hogy a rendező úrnak kellene először beszélni erről. Az első, és mindig az első a buta kérdés. Honnan jött az ötlet, hogy a Barszáról, illetve a barszás magyarokról készüljön egy dokumentumfilm? Egy véletlen folytán került hozzám ez a történet, mert én korábban nem nagyon foglalkoztam focival, meg nem csináltam focista filmet. És megismerkedtem 2008 tájékában egy katalán producerrel, aki beszélt nekem nagyon hosszasan egy fantasztikus játékosról, egy elképesztő magyarról, aki nekik ott egy hihetetlen idoljuk, egy játékos császár, akit olyan becsbe tartanak, mint most Messit például. És én nem ismertem a nevét. Nem tudtam, kiről beszél. És kiderült, hogy Kubala Lászlóról hát ugye beszél. Azt mondták, illetve azt olvashatjuk most már, hogy ha most Messi a Barcelona, akkor az 50-es években Kubala Laci bácsi, Kubala László volt az akkori Messi. Ez pontosan így van, olyannyira, hogy annyira hihetetlen sztárrá nőtte ki magát néhány éven belül, vagy 1950-ben oda került, hogy 57-ben meg kellett nagyobbítani a Les Corts-ot, a korábbi stadion, és akkor épült a Camp Nou. Effektíve kint is elismerik, és ez nem csak egy legenda, hogy a Camp Nou a Kubala Laci miatt épült. És az annyira elkápráztatott engem, és hogy mi ezt magyarok nem ismerjük, hogy elhatároztam, hogy ezt nekem el kell mesélni, és el kell jutatni mindenkihez, mert ez a történet nem is annyira a focistákról, inkább az emberről szól. Amikor a fejedben ez a gondolat úgy megérlelődött, akkor honnan kaptál segítséget, mint említetted, ugye Balázs Béla díjas filmrendező vagy, mással foglalkoztál, a labdarúgás az egy másik kávéház. Kitől kértél segítséget? Gondolom itt ül Anti velünk, segített valamennyit ugye ott Spanyolország környékén, azért ő otthon van, de hogy lehetett ezt összehozni, mert azért akárhogy nézzük, Barcelona nagyon messze van Budapesttől. Ez pontosan így van. Már 2009-ben kint voltunk, és ott találkoztunk szerintem először Duna Jantallal a Kubala szobor avatásán, hiszen fantasztikus dolog, hogy egy magyar játékos szobra van egyedül a Camp Nou-ba, egy óriási bronzszobor. De meg kell említeni azért pár nevet, akikkel együtt dolgoztam sok éven keresztül. Varó Krisztiánt, aki egy hihetetlen sportszakértő, Kubala könyvet ír, és mindent tud a Barcáról és a Kubaláról. Ő párhuzamosan indult el, nem tudtuk még, hogy mind a ketten akarunk valamit csinálni a Kubaláról és a Barcáról. Ő könyvet akart, én meg filmet. Aztán ott volt Horváth András Dezső, aki nagyon ért a sporthoz, ő volt a forgatókönyvírótársam, nagyon sokat dolgoztunk együtt, alkotótársam volt a filmbe, és rengeteg szakértőt kerestem meg, és többek között persze ott volt Duna Jantal olimpiai bajnok is, aki hát komoly spanyol múlttal rendelkezett, Kubala barátja volt, és hát tőle is kaptam jó tippeket, sok mindenben tudott nekünk segíteni. Te, Anti, amikor Spanyolországban, Barcelonában kiejtetted azt, hogy egy film készülne a magyarokról, ugye Kubala Laci bácsi a főszereplő, de ne felejtkezzünk el, ugye Kocsisról és Ciborról sem. Mi volt az első reakcióként? Hát én úgy gondolom, hogy nagyon megérdemelte ez a három játékos, hogy erről filmet készítsen, és egy ilyen kitűnő rendezővel, aki igazi profi tényleg, én nem értek ehhez, ugye, amit ti csináltok, mert ugye te is egy profi vagy, mint játékos az voltál. Nem rólam szól a műsorban. Igen, igen. De igen, hát abban szerencsés helyzetben voltam, hogy mind a három játékost nagyon jól ismertem, ugye, és hát közülük is a Kubala Lacit ismertem nagyon régóta, és ezen a 2009-ben a Kubala László szobalavatásán, ugye, mint a Magyar Labdarúgó Szövetséget én képviseltem akkori alelnöki pozíciómban, a Barcelona elnökével közösen kellett egy ünneplő rövid beszédet is mondani. Rengetegen voltak, több ezeren voltak, és a média, nem kell mondani, és akkor 2009-ben pont 50 éve volt, hogy a Kubala László miatt a Camp Nou-t elkezdték nagyobbítani. Hát egy nagyon nagy dolog volt. És a másik két játékost is, a Kocsist is, aki egy szerényebb volt, a képesség alapján úgy érzem, hogy sokra többre vihette volna,
a Cibor az meg egy bohém volt. Hát olyan dolgokat meséltek, ami majd a filmben meglátjuk, ami nagyszerű, jó hallgatni, ahogy a játékos társak beszélnek majd róluk. Én is belekukucskáltam már a filmbe, meg már láttam is, azért nem csak kukucskáltam. Volt egy érdekes mondat benne, az akkori klubelnök nyilatkozott, aki ugye pontosan tudjuk, hogy nagyon ritkán ad nyilatkozatot most már, illetve abban az időben, azt mondta, hogy ez a három ember, Kubala, Kocsis és Cibor rakta le a mai Barcelonának az alapjait. Ez egyszerűen olyan megdöbbentő egy spanyol ember szájából, hogy nem is nagyon hittem el. Aztán utána a filmből kiderült, hogy miről van szó, de beszéljünk a film készítésről. Voltak akadályok, vagy csak segítséget kaptatok ki? Hát hihetetlen munka volt összeszedni azokat az archív felvételeket. Ha láttad őket, akkor tudod, hogy van 20 perc olyan archív felvétel, amit egyenként különböző országból kellett levadászni, kifizetni, jogilag rendezni az UEFA-tól, akkor ugye a Wolverhampton meccset megszerezni, ami egy igazi ritkaság, a Benfica és a Barca mérkőzésről a Cibornak a gólját, ami hátborzasztó, szóval most is kiráz a ideg, hogyha rágondolok arra a gólra. Olyan felvételek vannak, még a régiek, az aranycsapat idejéből is, amik ritkán voltak, és emellett van körülbelül 300 olyan fotó, ami soha nem volt nagyon publikálva, mert családi archívumból szedtük össze. És hát Kocsis Sándor életében készített családi szuper 8-as felvételeket. Most azokat megkerestetni a családdal, azokat kijavítani egy kicsit, mert nagyon rossz minőségűek voltak, már feljavítani. És hát persze összerakni ezt a szerkezetet, ezt a nagyon bonyolult történetet, a párhuzamos életutakat, hogy együtt az aranycsapattal, ebben volt a segítségem az említett Horváth András Dezső forgatókönyvírótársam, hogy ebből egy történet, egy sztori legyen, amin tudunk sírni és nevetni, és hát megtalálni hozzá még azokat az élő szemtanúkat, barátokat, kollégákat, elmenni Barcelonába, velük leegyeztetni, hogy ők mind 80 fölöttiek, őket szóra bírni. És vigyázni arra is, ami nagyon különleges ugye ebben a filmben, hogy én szerintem nem Kubala a főszereplő, ebben a drámai hős a Kocsis Sanyi. És én nagyon megkedveltem őt és megszerettem, mint ahogy Szepesi Gyuri bácsinak is ő volt a nagy kedvence. És még valami az, hogy azért is vigyáztunk annyira a szerkezetre, hogy ne Kubala domináljon annyira, bár nehéz, mert egy domináns személyiség volt, mert ugye tervezem azt, hogy készül a Kubaláról egy egész önálló 100 perces film, és én bízom benne, hogy a következő világbajnokságra talán ez is összejön. Egy icipici történetet, hogyha belefér, elmesélnék, volt szerencsém eljutni Barcelonába a stadionhoz. És akkor még Kubala Lászlóval, Laci bácsival is találkoztam, és bevitt a múzeumba, bevezetett ott, és akkor még ezek a elég kis labdarúgók játszottak, a Cruyffék játszottak akkor a Barcelonában. Nézkez. Hát neve nincs labdarúgók. Niemann. És mentünk be, és jöttek ki a játékosok, és bemutatott ott engem a srácoknak, de hát nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy ahogy meglátták a Kubalát, földig hajoltak. Én még ilyet az életemben, a világ legnagyobb labdarúgói istenként tekintettek Kubalára. Ez egyszerűen elképzelhetetlen volt számomra. A spanyolok mennyibe segítettek kint? Beengedtek mindenhova? A spanyolok... A katalánokról beszélünk. Igen. A spanyolok segítettek mindenben, nem anyagilag. Uh-huh. Ez egy, főleg a Barcelona, ő egy hihetetlen multinacionalis cég, aki amit én kértem tőlük, abban adtak támogatást. Fotókban, múzeumban, szaktanácsadásban forgathattunk, ma nem is meccsen, de hogy sok felé. A Messi-s felvételekért már fizetnem kellett természetesen, tehát azok az archív felvételek, amikor a Neymarék játszanak a film elején és a végén, azokért már komoly eurókat kellett, ezrekben mérik ez sajnos, ami egy percet jelent, vagy fél percet. De az, hogy azért nyílt kapuk voltak, és a játékosokhoz is segítettek, tehát én hálásan gondolok arra, nem beszélve, majd talán szó esik arról, hogy milyen bemutatót rendeztek ott nekünk Barcelonában, mert az meg, hogy mondjam, a Barca történetében egyedülálló.
Igen. Így van. Anti, amikor ott kint Barcelonában kiejted azt a nevet, hogy Kocsis, Cibor, most akkor Laci bácsi nevét most direkt nem mondom, akkor az utcaembere tudja, kiről van szó? Hogyne, hát nagyon is tudják. Ott valahogy jobban megbecsülik, tehát még az idősebb korosztály is, de még a fiatalok is, megmondom őszintén, meglepő volt. A fiatalok, hát, igen. Na most hagyd mondjak csak egy példát, egy újpesti Dózsa dolog. Ugye ott vagyunk ezen a ünnepségen, ugye bemutatjuk a filmet Barcelonába, és oda jön hozzám két ilyen, hát idősebb, 60 évesek, nálamnál fiatalabbak, és mondják nekem, hogy a Szönyör Dunai, ugye Szönyör, ismerjük magát, hát tudjuk, hogy edző is volt itt, de azt mondja, mi emlékszünk, láttuk a Joe Gamber, ugye a Joe Gamber az alapította a Barcelonát, és annak minden évben van egy kupája. Azt a 70-es években mi megnyertük, mindig a Barcelona nyeri, az Újpeste. Volt a moszkvai Dinamo, hát ott is a Dunai rúgott gólt, de nem én, hanem a Dunai 3, a Jasinnak rúgott gólt. És megnyertük a helyzet. Erre emlékezett, szintén jó érzés volt hallani ez a dolgot. Úgyhogy nagyon nagy ünnepség volt ott, hát 300 fölötti ember volt ott mindenki, és hát vastaps. Itt Magyarországon is elég sok helyre járunk, ugye? Ebben olyan népszerű, hogy a végén vastaps, fölállnak az emberek. Szintén meglepő. Én már nagyon sokszor láttam a filmet, meg minden is, még mindig. Dicséret a rendezőnek, köszönjük szépen. Úgyhogy ha már arról említetted, azt említetted, hogy több helyen is voltatok, több helyen. Hát nem csak Magyarországon, hanem a világot is bejárta már a film. Tengeren túlon is bemutattátok. Hogy fogadták mondjuk az amerikaiak ezt a filmet? Nekem az egyik legmeghatóbb volt a Los Angeles-i vetítés. Amerikában egy kis túra keretében San Franciscóba és Los Angelesbe mutattuk be. Los Angelesbe főleg magyarok voltak egy zsúfolt terembe, a Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál keretében, és én teljesen másként láttam ott a filmet. Ott ült több száz ember, akik vagy 56-osak, vagy az 56-osoknak a gyerekei. Szinte elejétől végigkönnyezték a filmet, mert a gyerekkorukat látták. Azokat a perceket kapták vissza, amikor elmentek, ahol megszakadt a kapcsolat az anyaországgal, és hát hihetetlen, én is könnyeztem. Tehát ugyanúgy, ezért lehet azt mondani, Tibor, hogy ez az a film, direkt nem dokumentumfilmet mondok, ez az a film, ami nevetni és sírni is lehet egyszerre? Én azt hiszem, hogy igen, a közönség jól fogadja, poénok vannak benne, emberi történetek vannak benne, egy egész életút van benne, vagy életutak, kicsit a mi történelmünk is benne van, hiszen 56 nagyon erősen érintett, végigmegyünk egészen a 30-as évektől egy picit szinte napjainkig, és hát nagyon jó, hogy olyan magyarok viszik ezt a szálat, ezt a cselekményt, akikre felnéz egy másik ország, felnéz Katalónia, felnéz Spanyolország, felnéznek mindenhol a világban, mert olyat vittek ki, olyat adtak egy másik népnek, ami ott, hogy mondjam, egy hőstetnek minősül. És ezt jó átélni, és jó mindig érezni azt, hogy igen, ezek mi voltunk, magyarok, ezt is mi vittük, ezt is mi csináltuk. Olyan, mint amikor a nagy tudományos eredményekről beszélünk, ez pont olyan, olyat vittünk ki, hogy a nagy barszát, az 50-es években az alapokat mi raktuk le. Hát és a nyilatkozatokban benne van, hogy a három magyarra tette le a mai Barcelonának az alapjait, de, és ezt kimondják, ezt kimerik mondani. De milyen azt elmondani nekünk a színpadon néha, Anti, amikor egy vetítésen vagyunk, hogy Neymar, Messi, Suárez, Kubala, Kocsis, Cibor, hogy valamikor három magyar volt, én azt mondom, a világ legjobb csapatának, mert szerintem ma a Barca a világ legjobb csapata, ez vitán felül. És mivel három játékosról beszélünk, most lett újból olyan három, mert az ünnepségen az elnök is mondta, ha lenne már a Munoz, ugye, aki, igen. Núñez, aki az elnök, a régi elnök, Núñez azt mondta, Núñez elnök úr, hogy ha lenne most olyan három játékos azonnal, és ő lenne az elnök, rögtön ugye aláírna a szerződést. Hát megjött a három. Igen, alá is írták a szerződést. Én nagyon örülök, hogy résztvevő voltam ennek a filmnek, résztvevő, de hiszen sok régi játékost, ugye a korabeli játszódunk egymás ellen, azok is itt megszólalnak, ugye az itthoniak is, a Grosítók, kezdve Buzánszki, a Faragó, rengeteg játékos, akivel sikerült beszélnem, hiszen már ugye idősebb az ember, már nem nagyon akart, hogy is hívják gond. De hogy milyen népszerűek voltak, ugye mind a három játékos, amiről az előbb beszéltünk már, hát én nagyon sokat voltam bele a Kubala Lacival, főleg a Kubala Lacival voltam, hiszen neki köszönhetem, mert ő mondta,
hogy én akkor... nagyon jó edző vagyok, akkor nagyon jó edző vagyok, és tudok spanyolul is. Hát nem voltam jó edző se, és nem is tudtam spanyolul, de mégis, egy Kubala mondta, oda vettek, az egy másnap tartozik, hogy mindjárt az elsőben megnyertem a bajnokságot egy NB2-es csapattal. Ma milyen a kapcsolat a magyarok és Barcelona, mint klub között? Nagyon jó szerintem, nagyon jó kapcsolat. Hát ugye elég azt mondani, hogy magyarok vagyunk, ugye somos ungaros, ahogy ők mondják, mi mondjuk, és akkor már mindjárt tudják, hogy miről van szó. Ezt a három embert, az előbb, mikor kezdtem mondani, hogy hát olyan hagyománya van, olyan népszerűek még mindig, hogy a maiak is emlékeznek ennyire, hát szinte hihetetlen. Hát ugye spanyolban futball, de futball nélkül nem lehet élni ott, ugye hát ez a legfontosabb, és látjuk, hogy mennyire, milyen légkörbe játszak a mérkőzéset. Nekem is egy szenzációs volt, a 10 év alatt még kint voltam, mindig hát azok a meccsek, a médiától kezdve, ott mindenki drukkol addig persze, ott is mikor nem megy, akkor ugye baj van az edzővel, a baj, meg sok minden mással is, az elnök se jó, de általánosságban nagyon szeretik a futballt, és hát ez így szép. Remélem, hogy nálunk is előbb-utóbb így fog menni a dolog. Reméljük. Tibor, a filmetek beutazta a világot. Magyarországon is vetítették, de hát most itt Újpesten nézhetik meg a kedves érdeklődők. Ígérted, hogy egy pici bejátszást mi is tudunk majd adni a televízióban, de ha nem is marketing kérdés, de aki nem jut el a moziba, aki nem tudja megnézni, mert lemarad, nincs információja, hol tudja beszerezni? Meg tudja nézni azért ezt a filmet? Mert a labdarúgást kedvelők szerintem nagyon-nagyon sokan szeretnék ezt látni. Jó, hogy szóba hoztad. Most zajlik a Magyarok a Barszáj magyarországi turnéja. Minden budapesti kerületben van egy olyan vetítés, mint ez a gyönyörű itt Újpesten, amikor teltház előtt, az UPA fiatalok előtt, helyi labdarúgók előtt, összefogva az önkormányzattal egy csodálatos ünnepséget csinálunk ennek a filmnek, ahol tudunk találkozni az alkotókkal, tudunk beszélgetni a filmről, a korról, a játékosokról, akik ezt átélték, akik tudnak még mesélni. Olyasmi majdnem, mint egy színházi előadás, van beszélgetés része, van, még vetélkedő DVD-t is lehet nyerni. És nagyon fontos elmondani, hogy aki nem tud eljutni ezekre a vetítésekre itt a budapesti kerületekben, a legközelebb egyébként hétfőn lesz majd a 15. kerületben egy gyönyörű díszvetítésünk, azok meg tudják a DVD-n vásárolni a filmet. A DVD maga egy évig készült, 70 perc extra van rajta, többek között 40 perc beszélgetés Grosics Gyula bácsival, ez volt élete utolsó interjúja, és olyan gólok, olyan archívok, amik kimaradtak a filmből, tehát maga egy külön kis, hogy mondjam, külön film. Például van egy olyan extra a DVD-n, amikor a Sándor Györggyel, a humoralistával, aki nagy barátja a filmnek, nagy Kocsis fan volt, a Varró Krisztiánnal, és jó magam, újra egy audio kommentár keretében végigbeszéljük a filmet, tényekkel, érzelmekkel, tehát hogy mondjam, egy külön élete van már a DVD-nek. Nagyon bízom benne, hogy ez most Barcelonában valamikor majd, ha sikerül, akkor esetleg ott is kapható lesz. Hiszen, több nyelvű DVD akkor? Hiszen spanyol, katalán, német és angol felirat is megtalálható a DVD-n. Annyi mindent tudnék kérdezni, de pontosan tudom, hogy már nézed az órádat, és rohannál le, hiszen perceken belül kezdődik ez a díszvetítés és a műsor. Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni ehhez a történethez, hogy sok erőt kívánok a következő filmethez. Neked pedig annyit szeretnék mondani, Anti, hogy maradj meg nekünk, és adjál sok-sok jó tanácsot a filmkészítéshez, és a mostani újpesti labdarúgóknak is. Köszönöm, hogy itt voltatok, menjetek dolgozni, köszönjük. Ott leszünk és figyelünk. Köszönjük. 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 16 év után újra van az UTA birkózó szakosztályának felnőtt kontinens fiadalról érme. Ugyanis Lettországban a birkózó Európa-bajnokság zárónapján Szabó László óriási csatában vívta ki bronzérmét. Lacit és edzőjét, Martin Gábort köszöntöm a stúdióban. Sziasztok és gratuláció! Hát amikor mi találkozunk, akkor vagy arról beszélek, hogy nyertél, vagy arról beszélek, hogy érmet hoztál. Hát gratulálok, Laci, Európa! A stúdióban köszönöm. De szépen. Hát azért van itt azért, ugyanez nem egy bulváradás, de azért én tudok olyat is kérdezni, hogy ha valami nem sikerül, lehet, hogy is érdekelni a televízió nézőit, de most azért a sikerről beszéljünk. Nem is téged kérdezek, Laci, mert majd lesz mit kérdeznem, hanem inkább Gábort, hogy
Hogyan mentetek ki erre az Európa-bajnokságra? Milyen esélyekkel? Mit láttál? Igazából két héttel ezelőtt a verseny előtt volt egy dániai verseny, ahol én úgy éreztem, hogy a Laci kezd magára találni. Előtte volt egy magyar válogató, az nem sikerült úgy, ahogy mi szerettük volna. Dániába együtt én úgy gondolom, hogy jól sikerült a munka, jó ment a versenyzés, és ennek tükrében mentünk Rigába. Bíztam benne, hogy egy jó sorsolással akármit is összeszedtünk. Ez a dániai verseny, ezt lehet mondani A kategóriás versenynek? Vagy ez inkább ilyen felhozó verseny volt? Hát ez inkább ilyen felhozó verseny, azért nem volt olyan erős mezőny, voltak jó birkózók minden súlycsoportban, de annyira nem volt erős a verseny. De hát ez egy szükséges egy sportolónak az, hogy apró lépésenként menjen följebb, tehát azonnal nem lehet beleugrani a mély vízbe. Hát persze, mert hogyha ott beleugrasz a mély vízbe, és nem úgy sikerült, azért az úgy elveszi a kedvet. Uh-huh. Tehát most olyan durván márciust írunk, nagyon gyönyörű eredmény, egy EB bronz 16 év után végre az UT-nak ismételten. Hogy zajlott a felkészülésed? Mert azért nálatok birkózásban pontosan tudjuk, itt beszélgettünk róla, hogy hát az edzés intenzitás az nagyon fontos. Hogy zajlott mondjuk karácsonytól, mit csináltál karácsonytól kezdve? Hát igaziból már karácsony előtt elkezdtük a felkészülést, december elején azt hiszem, és hát azóta folyamatosan edzőtáborozunk, nem nagyon állunk meg, szombaton is minden nap van edzés, úgyhogy elég húzós volt a felkészülés. Fáradtnak is éreztem magamat az EB előtt nagyon. Aztán valahogy mégiscsak sikerült összeszedni magamat a versenyre, hál' Istennek. De hát most szerencsére volt egy pár nap pihenő, hát aztán folytatjuk a felkészülést. Amikor megtudtátok, ugye gondolom a sorsolást azt láttátok előtte, illetve az indulókat láttátok előtte, akkor az benne volt a pakliba, hogy ebből érem lehet, vagy akár még győzelem is lehet? Hát a sorsolás után úgy gondoltuk, hogy van esély, van reális esélyünk éremre. Azért ne felejtsük el, hogy a svéddel kezdett első meccsen, aki volt VB-n bronzérmes, és Dániában mondjuk megverte ezen az úgynevezett felhúzó versenyen. Tehát rögtön abban a svéddel kezdtünk, azon sikerült átlépni. Utána én azért bíztam benne, hogy vagy döntő, vagy kis döntőt tudunk birkózni. Olimpiai kategóriában indultatok most, ugye indultál most a 75 kilóban, tehát az, ami olimpiai versenyszám, tehát le kellett fogyni, hozni kellett a súlyt. Könnyen ment? Persze, igaziból nagy gond nincs a súlyommal, ilyen 5-6 kilót kell fogynom, az egy, az egy 4-5 nap alatt leugrik verseny előtt, tehát ez annyira azért nem megerőltető. Tehát simán lehetett hozni a súlyt, és persze. Akkor ebben a... Ha már beszélünk az Európa-bajnokságról, és fogunk is beszélgetni még egy kicsit róla, azért azt ne felejtsük el, kedves nézők is biztos tudják, nincs mese, olimpia következik. Hogy állunk az olimpiát, illetően hogy állsz? Tudom, hogy a súlycsoportodban van egy magyar nagy ellenlábas is, de most hogy álltok, hogyan lehet kivívni az indulás jogát? Hát most úgy állunk, pont tegnap hirdették ki a csapatot a kvalifikációs versenyekre, ugye lesz 3 kvalifikációs verseny, ezen a 3 versenyen lehet kivívni az indulási jogot ugye az olimpiára. Az első versenyre én megyek, az Szerbiában lesz, ott az első 2 szerzi meg a kvótát, tehát ott mindenképp döntőbe kell menni. Aztán, ha nekem nem sikerül, akkor a második versenyre Mongóliába megy a Bácsi Peti, onnan 3 versenyző jut ki az olimpiára, és ha ott se sikerülne megszerezni ugye a kvótát a 75 kilóba, akkor lesz még egy verseny Törökországban. Azt még nem lehet tudni, hogy azon kiindul, hogyha odáig esetleg elmegyünk. De hát én úgy tervezem, hogy az első megszerzem, az lenne jó. És hogyha Laci megszerzi az elsőnek kvótát, akkor az akkor Szabó László indul majd az olimpián? Hát én úgy gondolom, a magyar birkózásban eddig az volt, hogy aki kvótát szerzett, és nem jött közbe sérülés, ő képviselhette hazánkat az olimpiai játékokon. Nem tudom azért, hogy most hogy lesz. Én azt mondom, hogy 95% esély van rá, hogy a Lacika fog indulni. Nagyon bízom is abban, hogy a szövetség is úgy dönt, hogy fiatal életelős, fiatal emberről van szó, ő induljon, és ő képviselje az országot. Amikor erre az Európa-bajnokságra készültél és kimentél, ismerve az ellenfeleket, mint mondtad, egy kicsit fáradtan mentél, mi volt mikor érezted azt a
azt a pillanatot, azt a lehetőséget, hogy na, oda lehet érni? Igaziból már este, hogy néztem a sorsolásomat, már akkor láttam, hogy oda lehet érni. Úgy voltam vele, hogy ezen a svéden túl kell lépni, mert azt tudtam, hogy esetleg ott becsúszik egy zakó, akkor meg is áll a busz, azt gondoltam, hogy az nem megy be a döntőbe. Ezt tudtam, hogy azon túl kell lépni, de hogyha sikerül, akkor meg lehet az érem. Egy ilyen nagy versenyen, egy kontinens viadalon van kiemelés? Vagy kalapból húzzák az embereket, és azt mondják, hogy kis birkozik naggyal. Számhúzás van, ugye az a sorsolási rendszer van már nagyon régóta, mérés után húzunk egy számot, az alapján besorolják őket, és akkor vagy 16-ba birkózás van, vagy 8-ba birkózás, attól függ, hány versenyző indul. Csak, és ez most lett új szabály, csak olimpián van kiemelés, az előző évi világbajnokság döntőse alsóág, felsőág. Akkor ők magyarul kerüljék el egymást. Igen. Ez mondjuk szerintem még akár reális is lehet. Most ebben a súlycsoportban hány embernek van már kvótája? Hányan indulhattok egyáltalán 75 kilóban Rióban? 20-an, nem? Hát olyan 20 körül, 19-20. És hány szabad hely van még? Még? Fú. Körülbelül. Megszerezték a hatan a VB-n, ketten Amerikában, most megszerzik ketten Ázsiából, az 10, hát még olyan... Akkor még 8-9 hely van, úgyhogy gyerünk. Itt van előttem egy papír, és ez én nem szégyelem. Itt az áll, hogy alig állt a lábán, mégis EB bronzot nyert a magyar birkozó. Na most azt mondtad, hogy teljesen normálisan, gond nélkül lefogytál, erőd megvolt. Hát az mit jelent, hogy alig állt a lábadon? Az ötödik meccsen egy kicsit megrogytam, kicsit elfáradtam. Az utolsó másfél perc az elég kritikusra sikerült. Meghajtottak egy kicsit, igaziból már estem keltem, azt se tudtam, hol vagyok. Igaziból a kis Balázs fogalmazta meg nagyon jól, ugye ez a szívdiadala volt, ez a bronzérem. Hát ott már tényleg csak a szívem vitt előre, nagyon el voltam fáradva. Nagyon-nagyon rohamozott a horvát. Tényleg alig álltam a lábam, hát az életemért küzdöttem szó szerint. Úgyhogy ezt jelenti ez a helyzet. Ezt jelenti, hogy igen. Sajnos nem sikerült az aranyért birkóznod. Mi történt? Volt esély? Inkább az edzőt kérdezem. Milyen volt az a mérkőzés, ahol eldőlt, hogy nem lesz most döntő? Még az egy szerb gyerekkel birkózott a négybe jutásért, ott tőle kapott ki. Ez a szerb fiú, hát ismerjük, igazából újvidéki, tehát kicsit magyar is, tudunk is vele kommunikálni. Ugyanaz birkózza, mint a Lacika. Lentről is, állásból is nehéz hozzáférni, talán egy kicsit szűkebben birkózik, nehéz hozzáférni. Én azért vertem már meg a Laca ezt a versenyzőt. Én úgy gondolom, hogy... Szerintem a versenyen. Akkor nem verte még meg a Laca ezt a versenyzőt. Most megkaptad azt, hogy most már meg kell verned egyszer. Úgy hívják a szerb srácot, ugye, hogy Nemes. Igen, Nemes. Igen. Szóval visszatérve... Nincs annyira messze tőle, de nagyon szűk, nagyon erős versenyző, tehát most zajlanak a tárgyalások, vagy hát gondolkodunk többen, hogy mit kéne, mert mivel a szerbnek sincs kvótája, mit kéne ellene kitalálni, mi az, amivel esetleg meg tudnánk verni, mi az a taktika, mi az a technika, amivel be tudnánk őt csapni, és egy 2-1-el vagy egy 2-2-vel már mi tudnánk kijönni jól a történetből. Azt mondtad, hogy erős vagy. A mérkőzés után is a Nemesről beszélek. Erős vagy, ő is nagyon erős. Min múlott az, hogy most ő volt egy picivel erősebb? Nem tudom, talán stabilabb. Stabilabb, meg szűkebben birkózik, és ugye nagyon nehéz feltörni. Én meg gyakran elkövetem azt a hibát ilyenkor, hogy elkezdek nyúlkálni mindenhonnan felülről, hogy majd akkor varázsolok valamit. Hát és ez a varázslás, ez nem jött be. Nem mindig sikerül. Igen. Aztán valahogy kipöckölt egyszer a szőnyegről, meg egyszer levitt. Ugye azt mondtad, hogy ez a négy közé jutásért volt ez a mérkőzés, ez a találkozó, akkor utána itt nektek szurkolni kell ahhoz, hogy ő tovább menjen? Igen. Nehogy véletlenül az legyen, hogy most ő elvert téged, és akkor a következő mérkőzésen, ha veszít, akkor baj van. Akkor megállt a buszom. Akkor megállt a buszom, hogy mondják. Végül ő hol végzett? Második hát a döntőben mennyire? 2-2-re? 2-2-re. 2-2-re kapott ki, ugye utolsó akcióval. Beszéljünk erről az utolsó akcióról. Mondtad ugyan, hogy a szívdiadala volt, de itt azt írták az újságok, és azt hallottam, hogy volt egy váldobás.
Igen. Már nincs erő, nem látok ki a szememen, a fülemen veszem a levegőt, aztán jön egy váldobás. Ez... Hát márciusban eldobtam belőle 5 milliót körülbelül. Ez a kedvenc fogásom. Mm. És hát ilyenkor, mikor elfáradok, és kicsit ugye kinyílok, már nem vagyok olyan szűk, akkor be tudják nekem tenni a kart, és hát nem tudom, milyenkor valahogy reflexből jön, befordulok, és hát szerencsére pont elment. Nem volt veszélyes az utolsó másfél-két perc, hogy megintik a Lacit, mert ugye már csak védekezés volt szinte. Hát ilyen erőállapotban legfeljebb menekülni lehet, gondolom én. Ilyenkor azért a bírók tolerálják azt, hogy te csináltad az utolsó szép dobást, vagy ez benne van a bírók fejében? Nem, semmi nincs benne. Nincs semmi? Nem tolerálják, avval foglalkoznak, hogy a két versenyző hogy birkózik, hogyha a Laci passzív lett volna, akkor igenis leküldik parterhelyzetbe, és onnan folytatódik. Amiatt még nem is volt gond, én úgy gondolom Lacika jól védekezik, tehát nem lett volna gond, ha leküldik. Jó, hát el volt fáradva, de volt előny, tehát ott nem lett volna akkor a probléma, inkább állásból kell félni ilyenkor, hogy nehogy levigyék, lerántsák, vagy egy olyan szituáció történjen, amit már nem lehet visszahozni. Te 10 másodperc alatt dőlnek el dolgok? Nem figyelsz, egy icipicit abban a pillanatban megkapod a fülest, úgy mondják? Hát igen, kaptam már ki így egyébként világversenyen, vezettem 4-0-ra, és 5-59-nél beletettek 4-ért. Az szép. Úgyhogy igen. El kellett volna futnod, vagy valami, nem tudom. Erre is tessék odafigyelni majd az edzéseken, hogy valami némi rajgyakorlatok az, hogyha már csak ennyi van hátra. Hát ez koncentrációs persze. Nem is probléma, tehát itt 59-nél. Ott hát emberek vagyunk, nem? Csinálni, persze, rutin és koncentráció hiánya talán. De még fiatal volt akkor, azóta már sokat változott. Azóta megöregedtem. Kint voltunk az edzéseteken. Sajnos nem láttunk birkózni, bár nagy gratulációk voltak, a szőnyegre fölmentél. Mi történt? Pihenő van? Szabadságot adtál neki, vagy valami történt vele? Hát az igazság az, hogy EB előtti héten egy kicsit meghúzódott neki a térdszallag, vagy valami roppant a térdőbe, nem is tudjuk pontosan, mert nem jöttünk rá. Az EB-t is úgy birkózta végig, hogy a Fila orvos, aki jelen esetben most magyar volt, dr. Molnár Szabolcs, ő segített, injekciózta végig a lábát, hogy tudjon birkózni, be volt kötve, mert nem jött 100%-osan rendben, és ezt próbáljuk most kipihenni. Mennyi időd van a pihenésre? Hát, még 2 nap. Hát ez nem egy hosszú vakáció. Nem, vasárnap már utazunk tovább, megyünk edzőtáborba. Itthon, vagy nem, külföldön? Nem, megyünk Minskbe. Ez érdekesség, hiszen ugye kvótákról beszélünk, kvótaszerzőversenyekről beszélünk. Az ellenfelek mennyit árulnak el magukról egy ilyen közös edzőtáborban? Hát az úgy zajlik, hogy azért ott együtt vannak, birkóznak. Én azt gondolom, hogy ha sokat van együtt ugyanavval az emberrel, sokat birkózik, azért egész jól kiismerik a másikat. Azzal egy kicsit nehezebb versenyen, de tehát, hogy ez így mennyit árul, mennyit nem, tehát ott birkózni kell egy edzőtáborba. Dolgozni kell. Csinálni kell a munkát, azért egy olyan 70-80%-ra ki lehet ismerni a másik versenyzőt. Az edzők ilyenkor összedugják a fejüket, vagy mindenki a saját maga emberével foglalkozik, vagy úgynevezett közös úton történik az edzés? Megbeszélik az edzők, akik ott vannak, hogy akkor mi legyen a program a héten, mikor van birkózás, mikor nem. Megvan egy ilyen fővonal, és akkor ettől megvan, hogy melyik nemzet hogy tér el, valaki délelőtt erősíteni, akkor valami a másik nemzet pihen. Tehát ez egy picit változik, de az alapvonal az a birkózás és a technikára van kihegyezve ilyenkor. És mikor váltok el a nemzetközi csapattól, tehát mikor lesz, amikor majd csak a magyarok készülnek most már együtt? Hát szerintem az a kvalifikáció előtt az utolsó egy hét, mondjuk. Nem tudom pontosan egyébként, hogy a programban hogy van. Tehát most elmegyünk Minskbe, utána hazajövünk, itt hol leszünk, Tatán meg Pesten, nem tudom egyébként, hogy jönnek-e külföldiek, de a végén, így a verseny előtti egy-két hétben már nem nagyon szoktak jönni, ilyenkor általában már magunk edzünk. Amikor felkészültök egy versenyre, most ugye edzőtábor lesz, aztán nincs mese, jönnek a kvalifikációs versenyek, akkor külön szisztéma szerint dolgoztok, adott szisztéma szerint. Tudjátok azt, hogy 28-án van a verseny, és akkor az edző fölépíti az edzéstervet, vagy ugyanazzal a metodikával dolgoztok, mint eddig? Nem, hát azért megvan, hogy a verseny előtt utolsó két hétben azért már
kicsit rövidebb, kicsit pörgősebb, próbáljuk beélesíteni a versenyzőt arra, hogy arra az adott napra toppon legyen, ugye ez egy ilyen orosz rulett, mert nagyon nehéz belőni azt, hogy kinek mikor, hol van a formája. Ugye mindenki próbálja azért az egyénit is belevinni, tehát, de próbáljuk a versenyre élesíteni a versenyzőket, tehát a versenytől visszaszámolom mondjuk 2 hetet, ott már egyre csökken az edzésmunka, kevesebb az erősítés, kicsit több hangsúly van a birkózásra, gyorsabb, rövidebb küzdők egy kicsit, hogy rámenjünk arra, hogy tényleg ott legyen az ember fejben is, koncentrált legyen, ne az legyen, hogy el vagyunk fáradva, vagy be vagyunk fásulva, akkor esetleg egy kicsit több is a pihenő, tehát azért sok mindenből tevődik össze. A vége szerintem az utolsó 2 hét a legnehezebb, hogy tényleg belőjük azt, hogy az emberek jók legyenek, és ugye ez nem csak egy emberről szól, hanem az egész csapatot, tehát mind a 8 emberbe kell ülni arra, hogy körülbelül ott az élesség vagy a top közelébe legyen. Mennyire vigyáztok egymásra egy edzésen? Mert hát itt test-test elleni küzdelem van, erősek vagytok, barom erősek vagytok, de hát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy sérülést okozzatok, vagy nagy megsérüljetek. De mennyire lehet vigyázni effektív a másikra? Hát igaziból annyira nem lehet. Annyit lehet csinálni, hogy mondjuk szándékosan nem rántunk bele a másik könyökébe, meg ilyesmi, de hát annyira nem lehet. Tehát dolgozni sport, kell, ugye? Ez egy olyan sportág, hogy itt edzésen ugyanúgy kell birkózni, mint versenyen, tehát 100%-osan. Úgyhogy nem nagyon lehet azért vigyázni az ellenfélre. Bármikor becsúszhat egy ilyen kisebb, vagy akár nagyobb sérülés. Mennyi idő kell egy edzés után, vagy egy nagyobb verseny után ahhoz, hogy ismét top formában legyen, tehát hogy a regeneráció az úgy hogy már lehessen ismételten terhelni a versenyzőt. Ez ugye minden versenyzőnél változik, sajnos most abban helyzetben... Mondjuk, hogy 75 kilós, tehát nem lehet azt mondani, hogy plusz 100-ban, vagy tehát a kisebb súlyak, vagy a nagyobb súlyaknak kell több idő? Szerintem ez nem súlyhoz van. Nem súlyhoz, nem? Hanem inkább emberhez van közül, hogy mentálisan hogy tudja feldolgozni esetleg a vereséget, vagy a sikert. A siker után kicsit könnyebb újra élesre állni, szerintem. Aztán lehet, hogy a szakemberek azt mondanák, hogy nem így van. És siker után egy picit, mint most a Laca esetében is, hogy 4 hét múlva van az első kvalifikáció, ez az érem azért meg tudja dobni, tud egy lendületet adni, sokkal nagyobb elánnal tud készülni a kvalifikációs versenyre. Ha esetleg most egy meccs lett volna, és az első után mehettünk volna zuhanyozni, akkor egy kicsit nehezebb felpörgetni újra a versenyzőt. Lehet, hogy ott is előjön az, hogy én akarok, és akkor most megmutatom, ha az EB-n nem jött össze, de azért én úgy gondolom, hogy egy vereségből felrázni a versenyzőt egy kicsit nehezebb, mint egy ilyen érem után, vagy egy siker után. Most, hogy egy edzőtáborban mész, gondolom néhány kiló rádugrik. Az a néhány kiló már rámugrott. Az már rádugrott, az megvan. Az a nincs gond. Nem frusztrálja az embert az, hogy x napra hozni kell a súlyt? Hát igazából ez egy ilyen sportág. Ez nagyon könnyű ráfogni, hogy egy ilyen sportág. Mert gyerekkorunkban hozzászokunk, de én is 15-6-7 éves koromtól kezdve fogyok minden versenyre. Egy idő után hozzászokik az ember. De Gábor, mennyi az optimális, amit még úgy veszély nélkül le lehet fogyni? Hát amit az orvosok igen, most én erre gondolom, nem az edző, egy sima natur mezei átlagemberként kérdezem, hogy azért fogyni azért az nem egy egészséges dolog. Hát igen, de tehát az orvosok, azt hiszem, nem vagyok benne szerszerűen biztos ilyen 6-8%-ot, súly 6-8%-át. Hát én úgy gondolom, hogy 5 kiló is csak súlyrendezés, és akkor utána kezdődik a fogyás. Azért látjuk azt, tehát a Lacik alapjáraton 80 kiló körül szokott lenni, plusz-minusz egy kicsi, inkább pluszba. Tehát azért egy 5 kilót napi 2 edzéssel, amikor egy izzadós edzésen 2,5 kiló elmegy, és akkor még nem nagyon kell visszavenni a kajából, az azért belefér az 5 kiló. 5 kiló ott, belefér. Amikor már ott tartunk, hogy 8 és a fölött, az már a 7-8 is kezd sok lenni, tehát ott 1 kiló plusszal már akkor át tud változni, hogy az már megviseli a versenyzőt, és nem tud úgy teljesíteni. A mérlegelés az megvan reggel, vagy előtte való nap este? Előtte való nap este. És utána lehet zabálni? Persze. Utána már több mérés nincs? Nincs. A verseny előtti nap van egy mérés. Hát ez csalás. Hát jó, hát odamész 74 kg 98 dekásan, nagyon rendben van, és utána másnap meg 83 kiló vagy. Így van. Hát ez csalás. Hát mindenki ezt csinálja. Szóval tényleg, és mennyi jön vissza ilyenkor mondjuk, amikor bemértek rendesen, megvan a súly? Hát akkor 5-6 kiló másnapra azt tényleg? Már jön, persze.
Hát mert ugye mi nem úgy fogyunk, mint aki nagyon diétázik, meg aki kicsit túlsúlyos, hanem azért itt a birkozóknál, vagy a judósoknál szintén, itt azért vízből megy a nagy gyakorlás. Víz megy. Tehát és azt azonnal visszaszívja a szervezet. Te az energiát miből nyered? Mit lehet enni? Mindent? Azt mondod, hogy mindent, mert ez egy ilyen sport, akkor felállok és kívánok. Hát nem, egyébként ilyenkor mérés után én azt teszem, ami jól esik. Meg fogyás alatt is azt teszem, ami jól esik. Tehát vannak olyan időszakok, amikor mondjuk egy ilyen versenyidőszakban nem akarom, hogy nagyon felmenjen a súlyom, vagy egy alapozásnál, akkor azért odafigyelek, de ilyenkor mérés után jó, bezabálok. Hány ingerig? Ez nehéz fölfogni, ugye, mert én is túl vagyok néhány kilón most már, de hát szóval ez, hogy éhesen dolgozni, az egy borzalom. Meg nem is, hát inkább éhesen aludni. Lefeküdni, az a kellemetlenebb. Elmentek edzőtáborba, 4 hét múlva kvalifikáció. Azt mondtad, hogy remélem meg lesz az első, ott megszerzed azt a bizonyos kvótát. Akkor utána kinek van nehezebb feladat, az edzőnek, vagy a versenyzőnek, hogy akkor toljuk ki ezt most már akkor nyárig, hogy vegyük úgy, hogy a Laci indul az olimpián, akkor mi vár rá addig? Hát, hogyha mondjuk tételezzük fel az első versenye, meg van a kvalifikáció, szerintem lemegy ugye a 3 kvóta szerző, mert a többieknek ha sikerül, ha nem, tehát azt nem lehet tudni, lemegy, május elején vége van, szerintem ott egyből bele kell kezdeni egy közepesebb alapozásba, és utána pedig hangolódás, tehát utána pedig birkózás egészen augusztus 10-ig. Voltál már ilyen messze Dél-Amerikában, mondjuk Brazíliában? Nem, Dél-Amerikában még sosem voltam. Nem voltál. Észak-Amerikában már voltam, de... Hát oda hazajártok, hát az. Mit hallottál? Mert most beszéljünk arról, hogy hát azért olimpia Brazíliában, ez ugye első alkalomkor lesz dél-amerikai városban olimpia. Hallunk ilyen híreket, hallunk olyan híreket. Egy sportoló mennyire tart a Brazíliától? Semennyire. Semennyire? Tehát nem, téged ezek a hírek nem érdekelnek? Nem foglalkozom. Nem. Igaziból, miért foglalkozzak velük? Ott van az olimpia, oda kell menni, ott kell nyerni. Ott kell nyerni. Egy sportoló csak ezzel foglalkozik. Helyes. Laci, az Európa bajnokságról még egyetlen egy kérdés maradt bennem, hogy a bronzmeccs után én láttam egy fényképet. Az arcodon valami olyasfajta volt, hogy ez tényleg megvan? Azt jól láttam ezt a képet? Egy nagyon jó kép, majd odaadom neked. Hogy az látszik az arcodon, mintha nem is tudom, mit nyertél volna, vagy... Hát nagyon boldog voltam. Hát fel is szabadultam. Végre megvolt az első érmem felnőtt világversenyről. Azért szerintem ez nagyon nagy áttörés. Tehát ez nagyon nagy lendületet tud adni a továbbiakra is, úgyhogy nagyon örültem neki, úgyhogy igen, lehet, hogy jól látod ezt a képet. Mit éreztél, amikor fölemelték a kezét? Mert egy edző kívülről másképpen látja és másképpen érzi. Nem is tudom, tehát azért az utolsó 35 másodpercben azért összeugrott a gyomrom elég rendesen. Tehát örültem neki én is, tehát egy ilyen öröm volt, és igazából én úgy gondoltam, hogy a Lacának szüksége van most már, tehát egy éremre, hogy a következő lépcsőre tudjon lépni, és nagyon örültem neki, hogy sikerült végre ezt megnyerni, és most tudunk megint tovább lépni, ugyan a nagy lendülettel meg tudunk indulni fölfele. Tehát nagyon, nagyon boldog voltam, én is örültem neki, elégedett voltam vele. Itt a végén csak annyit tudok mondani, hogy majd a kedves nézőknek természetesen megmutatjuk ezt a gyönyörű érmet, és hát kívánom neked, hogy a... Nem kívánom. Ilyet nem sportolok, nem kívánunk semmit. Csak az, hogy 4 hét múlva, amikor majd hazajössz erről a bizonyos kvalifikációs versenyről, akkor megint tudjunk beszélgetni, és legalább ilyen mosolygósan, és mondjad azt, hogy ha megmondtam, hogy én kivívom. Úgyhogy mindent belevigyázz magadra, ez a 2 napot, ez nyalogasd a sebeidet, te pedig neki méld. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Az UTE versenyzője a 3. helyen végzett Szlovéniában a karate világkupán. A verseny jelentős állomása volt az őszi világbajnokság kvalifikációs sorozatának. Vendégem Tadiszi Martial. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy,
És hát mivel kezdjem? A gratulációval. Köszönöm. Hát persze, ugye pontosan tudjuk azt, hogy az elmúlt éved is milyen fantasztikusan sikerült, tehát ez azt mondom neked, hogy egy ilyen világkupán már szinte kötelező jól szerepelni. Hát ha nem is kötelező, de elvárás volt most magamtól is, illetve az edzőim részéről is, hogy valamilyen érmet szerezzünk ezen a laskói szlovéniai világkupán. Igazából ez ugye a legjobb magyar versenyzőknek VB kvalifikációs állomás volt. Ugye ebben az évben a legfontosabb megmérettetés az októberben vár minket, amikor is a két évente megrendezésre kerülő világbajnokság lesz Ausztriában. Itt a beszélgetés előtt már konzultáltam veled, és azt tudom, hogy ez a harmadik verseny volt már idén. Tehát túl vagy egy hosszú-hosszú felkészülésen. Edződ elmondta, hogy nagyon sokat dolgoztatok, valami kis izmot is megpróbáltak rá pakolni, és egy új taktikát is, egy új látványosabb bunyózást. Így van, igen. Hát ugye ez volt a harmadik verseny, januárban már Párizsban az egyik ilyen világkupa sorozat első állomásán ki is próbálhattuk magunkat. Ott a legjobb 8-ig sikerült menetelnem, 4 közéjutásért búcsúztam. Viszont utána, 3 héttel utána volt itthon egy verseny, egy igen nívós nemzetközi verseny, amit sikerült megnyernem, és az volt a harmadik. Igen, taktikailag, illetve mentálisan is most már egyre jobb paszban vagyok, úgy érzem, illetve fizikálisan is ugye az erőléti edzőnk segíti a munkát, úgyhogy reméljük, hogy májusban az Európa-bajnokságra ez összeáll egy egység, és ott is éremért fogunk tudni. De Marci, amikor itt benn volt néhány héttel ezelőtt az edződ a Balázs, akkor azt mondta, hogy megpróbáltok valami olyasfajta új, ha nem is taktikát, de valami új fegyver nemet kitalálni, módszert kitalálni, hogy a bírók jobban elfogadjanak téged. Tehát ez mit jelent, hogy látványosabban kell küzdened, vagy tisztább találatokat kell? Ez mit rejt ez, hogy a bírók felé nyitni egy kicsit? Így van, igen. Ugye Balázs nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy esetleg, hogyha nem sikerül pontot csinálni, vagy döntetlen állás van, akkor a bírók inkább az én javamra döntsenek, ugye a bírói döntésnél. Ezen nagyon sokat dolgozunk edzésen is, hogy olyan külső megjelenést legyen, illetve pozitív kisugárzás a bírók felé, ami egy ilyen esetleges döntésnél az én javamra fordítja a bíróknak a döntését. Hát ez ugye sok részből tevődik össze, ugye dominálni kell a mérkőzést, jó formát kell mutatni, és végig azon lenni, hogy jó reakcióval reagálni az ellenfeleknek a mozdulataira, semmilyen flagma mozdulat, hiszen ugye az befolyásolja a bírót, hogy esetleg nem jól reagáltam az ő technikáját, úgyhogy 100%-osan fejbe igazából ott kell lenni, és ezt úgy kell csinálni, hogy a bírók is lássák kívülről. Tehát nagyon fontos meggyőzni a bírókat, így hogy van, te ott igen, vagy, igen. És te irányítasz. Így van. Ez azt jelenti, hogy tisztább találatokat, tisztább rugásokat kell végrehajtanod, vagy ez egy komplex dolog? Hát ez egy abszolút komplex dolog, igazából nem a találati találatokról van szó, hanem tényleg arról, hogy a bírók azt lássák, hogy én vagyok a dominánsabb a mérkőzésben, és próbálom úgy megtörni az ellenfelemet az egész mérkőzés alatt, hogy tényleg ő lefele, én pedig fölfele. Nőjek, ez azért nagyon érdekes, meg. Azért nagyon érdekes, mert ugye az elmúlt éved az fantasztikusan sikerült. Ugye világkupa összetettben első voltál, így ha van, jól tudom, hogy a pontversenyt te nyerted. Hogy létezik az, hogy még mindig meg kell győzni a bírókat? Hát komolyan egy első helyezettnek is még meg kell győzni. Így van, hát mindig meg kell újulni, ugye, és ugye különböző régiókban vannak megrendezve ezek a világkupák, ugye például tavaly Japánban volt az utolsó világkupa, ahova olyan bírók érkeznek mindig, akik nem állandóak az adott világkupákon. Ugye a most hétvégi verseny inkább ez a délszláv régió dominált, viszont nyilván Japánban az ázsiai bírók vannak, akikkel esetleg lehet, hogy egy évben egyszer vagy kétszer látnak minket, attól függ, hogy jön ki a forma, vagy lehet, hogy csak két évente egy világbajnokságon
vagyunk kontaktban. Tehát ez nem úgy van, mint teszem azt rossz a hasonlat, mint a labdarúgásban van egy bírói tím, egy 15-20-25 játékvezető, akik azért általában egy nagy világversenyen ők fújják a sípot. Tehát nálatok az azért rotációban igen, hát főleg, van? Igen, főleg ezeken a világkupa sorozatokon változnak. Nyilván vannak, megvannak a bírói bizottság, a Nemzetközi Bírói Bizottságnak az alapemberei, akik versenyről versenyre utaznak, de azért van sok új bíró, és hát mindig ugye jönnek fel új bírók, akik megszerzik a nemzetközi minősítést, és lehet, hogy csak tényleg először látnak minket. Tehát januártól elindult a versenyszezon, a kőkemény versenyszezon. Párizsban 8 között voltál, itthon már érmes voltál, és most a világkupán ismételten egy bronzérem igen. csúszott be. Miért csak bronzérem? Hát jól ment amúgy nagyon, de az elődöntőben a makedón fiú az, ott is úgy éreztem, hogy dominálom a mérkőzést, viszont meglepett egy olyan ponttal, amire nem számítottam felkészülés közben, és sajnos azt már nem tudtam visszahozni, ismerem ezt a makedón. Ezt akartam kérdezni, hogy tehát ismerős igen, volt. Igen, és már volt közös mérkőzésünk is, ahonnan én jöttem ki akkor jobban, most sajnos nem így jött össze. Ugye megint maradt a bronzmérkőzés, de ugye ez volt a 7. világkupáról érmes helyezésem, bronzérmem, úgyhogy egyelőre azt mondom, hogy igazából inkább ez jöjjön össze, mint semmi, de nyilván törekszünk arra, hogy jövőben döntő is meglegyen. Te Marci, mennyire számít az, hogy ismeritek egymást? Mint hogy mondtad, hogy a makedón versenyzőt is ismerted, hát egy világkupán ugye a krém indul. Igen. Mekkora esély van arra, hogy hónapról hónapra valaki húzzon egy Jolly Jokert, hozzon egy újat? Igazából fontos az, hogy ismerjük egymást szerintem. Sőt, hát nem szerintem mindenki számára nagyon fontos, hogy ismeri az ellenfelet. Ugye mindenkinek megvannak a sajátosságai a sportágon belül, és hát ezt videó elemzéssel, vagy esetleg különböző ellenfelek elemzésével azért már magabiztosan bam megyünk föl ugye a tatamira, úgyhogy ez azt jelenti, hogy itthon nagyjából tudjátok, hogy ki indul egy verseny, ugye? Hát ez, igen, előre megvan. Akkor itthon az edzéssel lehet készülni ellenfél? Abszolút. Sőt, ez meg is van az edzésekben. Ugye a Balázs úgy állítja össze az edzéseket, hogy néha ellenfelekre is készülünk, és hát ez fontos ugye a májusi Európa-bajnokságra is, illetve az is jó, hogyha ilyen versenyen összekerülünk, mivel ugye lehet, hogy újít valamit, vagy van valami újabb sajátosság, amire ugye a jövőben, a közeljövőben fogunk tudni számítani. Neked van új, amivel meg tudod majd őket lepni? Én nyugodtan elmondhatom, hogy itt négy szem közt vagyunk, hát remélhetőleg az ellenfelek. Bár bízunk benne, interneten meg lehet nézni az Újpest TV-t is. Van valami a tarsolyban? Dolgozunk rajta, igen. Inkább ezek a taktikai elemek, amiken szeretnénk újítani, és biztosabb hátteret szeretnénk neki. Milyen volt a szlovéniai verseny? Hányszor kellett tatamira lépni? Milyenek voltak az ellenfelek? 5 mérkőzésem volt összesen. Az nem kevés. Nem, 32-es tábláról indultunk. Igazából közel 40 országból érkeztek, és több mint 500 versenyző volt a versenyen, nyilván ugye a különböző kategóriákban. 5 mérkőzésem volt, és hát igazából az első 3 az igazából sima volt. Volt egy algír ellenfelem, akitől kicsit tartottam, ugye ezek az ellenfelek, akik a közel-keletről, illetve észak-afrikai régióból jönnek. Ilyen fekete ló, hogy nem biztos, hogy ismered? Nem is fekete ló, így teljesen más mozgáskultúrájuk van, illetve tényleg olyan pillanatokat tudnak elkapni, amit esetleg európai vetélytársak nem, úgyhogy az kicsit ilyen félősen mentem. És mennyi dalat lehet felmérni például most ezt az ellenfelet, amikor felmentek a tatamira? Hát ugye 3 perc van áll rendelkezésünkre, ez az összmeccs idő, úgyhogy az első perc az általában arról szól, hogy felmérjük az ellenfelet, ha nem ismerjük. Uh-huh. És ilyenkor
nincs közelítés, vagy szóval ez hogy zajlik? Ez engem annyira érdekel, mert gondolom a bíró viszont mindig mondaná, hogy tessék, gyorsabban, valamit csinálni. Igen, hát ugye fél perc után egy passzív jelzés, egy büntetést kapunk, ugye 4 büntetés után diszkvalifikáció van, de általában ugye az első büntetést azt kiszoktuk várni, pont ezért, hogy megnézzük, hogy mit reagál a mozgásokra, mit szeretne csinálni. Én próbálom a távolságokkal megzavarni, vagy esetleg megnézni, hogy tényleg mit szeretne, mire vár, esetleg kontrázik, vagy támadós a karatésra. És hát ugye utána döntjük el, hogy akkor most mi lesz a pontszerzési technika. Ezt te döntöd el bent a tatamin, hát ugye egyedül vagy, nincs mese, hát az edző is valahol ott van a környéken. Igen. Hallod az edzőt kívülről? Tehát tud segíteni kívülről? Igen, abszolút. Végig igazából kommunikáció van, vagy hát ha nem is két irányú, de egy irányú mindenképp, és hát próbálom követni, van, amit ő jobban lát kívülről, mint én, igen, úgyhogy mindenféleképpen figyelek, de hogyha úgy érzem, hogy biztos pozíció van, illetve 100%-os szituáció, akkor azt igyekszem kihasználni. Az elődöntőben kikaptál, meglepett az ellenfeled, mennyi időt léptél túl rajta? Tehát elfelejtetted azonnal, mert nincs mese, tovább kellett. Igen, elég hamar igazából elfelejtettük. Volt körülbelül egy fél óra, 40 perc a bronz mérkőzésig, hiszen ugye én voltam az utolsó, szóval automatikus bronzéremért járó meccs az az enyém volt, de ugye voltak még lentről feljövő versenyzők, akiket ugye a Makedón előtte megvert. Tehát ők még külön küzdöttek azért, hogy veled a harmadik helyért felmehessenek. Igen, 3 ilyen versenyző volt, de nagyjából tudtuk, számítottunk rá, hogy ki fog kijönni, és hát az osztrák versenyző jött ki. Sima volt? Bírói döntés lett a vége? Igen, 4-1-es bírói döntés, de viszont tényleg ez is azt mutatja, hogy most már nagyjából a bírói döntésre ismerjük hagyni ugye a mérkőzéseket, amit régen azért annyira nem preferáltunk. Te árul már el nekem, hogyha a két versenyző felmegy a tatamira, akkor hogyan lehet győzni? Tehát milyen kritériumok vannak? Ugye vannak a pontszerző technikák, egy pontos, két pontos, három pontos pontszerző technikák. Ugye az egy pontos technikák azok az ütések, a két pontos azok a testre való rugások, illetve van a három pontos technika, az pedig a fejrugások, illetve a földre vitelt követően a befejezett technika. Ezekkel ugye nyilván pont, aki nagyobb ponttal rendelkezik, az nyer, illetve hogyha 0-0 az állás, akkor a végén bírói döntésre kerül sor. Ugye 5 bíró van, 2 zászlóval, ugye piros övbe, illetve kék övbe vagyunk, nekik piros és kék zászlójuk van, és ugye akit a jobbnak látnak, azt a zászlót emelik fel. Jelre emelik fel a zászlót. Igen. Olyan létezik nálatok, mert ugye a pontozásos sportágokban, mint például a birkozásban is, hogyha nagy pont különbség van, akkor azt mondják, hogy vége? Igen, ez a 8 pont különbség. 8 pont? Igen, 8 pont különbséget kell. Ez mennyire jellemző a karatéban? Jellemző, viszont inkább a versenyek elején jellemző, ugye, amikor inkább gyengébb ellenfeleket kapunk. Ha már kiegyenlítettebb a helyzet, ott már 1-2 pont szokott dönteni általában. Igen, hát ez egy talán egyértelmű, és ugye a gyengébb versenyzők ellen ez talán még egészségvédelem is, hogy... Igen, hogy, valószínű, hogy igen. Mert nálatok ez full kontakt, tehát itt vagy... Nem. Sérülést okozó technikát nem lehet okozni. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye az ember kimegy egy karate versenyre, járunk ki, nézünk, küzdelem van, erő van. Így van. Ki tudja eldönteni azt, hogy ez most sérülésveszélyes támadás volt, vagy ez még belefér? Ezt a bíró dönti el, maga a vezetőbíró, hogyha erősítést vagy rugást viszünk be, akkor megvizsgálja igazából az ellenfelet, oda megy, megnézi, hogy pirosodik-e, van-e vérzés, nincs-e vérzés, kell-e orvos, nem kell orvos, és ő dönti el, hogy ez pont jár-e érte, vagy nem. Meg tudod állítani a rugást, vagy az ütést, vagy le tudod mérni a kilót, hogy most hogy találod az ellenfelet? Igen.
Abszolút, ez a lényeg az egészben. A harca ugye az a kedvenced, ugye, mert a karatében van a formagyakorlat, és akkor készültem, és van a kumite, hogy így mondjátok. Van. Igen. A formagyakorlatnak mennyi jelentősége van? A kumitében? Igen. Hát az én esetemben semmi igazából, mert egyáltalán nem praktizálok formagyakorlatot. Edzésen, illetve versenyen sem, úgyhogy igazából van, ez igazából el van különítve, körülbelül egy ilyen 12-13 éves korban azért már el szokták dönteni a versenyzőt. Ez két különböző kávéház lehet azt mondani, ugye? Igen, igazából két különböző kategória, úgymond, és nagyon ritka az, amikor egy versenyző mind a kettőt csinálja, sőt egy-két ember tudok talán mondani a világon, aki talán mindkettőben indult világversenyen. Amikor jöttél a stúdióba, akkor éppen megjegyeztem, mondtam, hogy hadd nézzelek meg, hogy mennyire vagy megverve. Igen. Hát olyan nagyon semennyire. Igen, hála Istennek most volt már rá példa, hogy nagyobbat sikerült kapni, illetve volt komolyabb sérülés is, de most ez nem ez a verseny volt, hála Istennek. Lépjünk túl ezen a világkupán, harmadik hely kalapemelés természetesen. De ezzel nem ért véget a szezon, mint mondod, Európa-bajnokság, világbajnokság, de addig még vannak állomások. Így van, ugye bő másfél hónap múlva Montpellier-ben rendezik Franciaországban az Európa-bajnokságot májusban. Addig igazából még van két betervezett kvalifikációs verseny, ami már még az őszi világbajnokságra fog szólni. Ez most a holnapi napon indulunk Hollandiába, ugyanúgy egy világkupa sorozat állomásra, Rotterdamba, és két hét múlva pedig a magyar bajnokság, 16. évi magyar bajnokságot rendezik majd meg. Ezzel lesz fog zárulni a kvalifikáció a világbajnokságra, és hát igazából egy hónapunk van nyugodtan tényleg készülni az Európa-bajnokságra, de még valószínű, hogy lesz még egy gyakorló verseny, viszont az jó lesz, mert nyilván tét nélkül lesz, de ez is világkupa sorozat lesz. Ahogy mondod, a kvalifikációs versenyek most hogy állsz benne? Mert ugye országonként egy versenyző, egy csúcsoportban. Így van. Most hogy állsz ebben? Hol állsz a ranglétrán? Ugye én mínusz 67 kg-ban próbálok kvalifikálni a világbajnokságra. Most jelenleg vezetem a kvalifikációs ponttáblázatot, de hát igazából amíg nincsen vége, addig nyilván eredménykényszer van, illetve koncentrálni kell ugye a következő versenyekre, és hát igazából április 3-án lesz a vége, addig tényleg folyik a munka keményen, és reméljük, hogy sikerül megszerezni a kvalifikációt. Pontokat kaptok minden verseny után. Létezik nálatok is olyan, hogyha egy gyengébbtől kikapsz, vereséget szenvedsz, netalántán, akkor vonnak a pontból? Vagy a pontjaid az mindig megmaradnak? Igazából ezt a VKF szakmai bizottság állapítja meg, ezt a kvalifikációs pontrendszert. Ugye különböző kategóriákban vannak besorolva a versenyek. Nyilván ez a világkupa sorozata, illetve az Európa és világbajnokságok érnek a legtöbbet, hogyha innen érmet sikerül szereznünk, de lehet kapni pontot igazából nyert meccsek után is. Az ellenfél az nem számít igazából, hogy kit verünk meg. Nyilván az plusz pontot ér, hogyha esetleg az elmúlt két évben Európa vagy világbajnokságról érmes versenyzőt sikerül magunk mögé utasítani, de igazából az, de pontot nem veszthetsz. Nem, pontot nem veszthetsz. Mert vannak olyan sportágok, ahol eldugják a játékost, vagy a versenyzőt, hogy nehogy véletlenül kikapjon valami gyengébbtől, mert akkor pontvesztés nincsen. Nem. És ugye öt versenyünk van, és ebből a három legjobban sikerült verseny számít, igen. Ha már a versenyekről beszélünk, olimpiai évében azért meg kell kérdeznem, hogy a világ egyik legnépszerűbb sportága miért nincs az olimpiai műsorban? Hát most pont ezt várjuk, ezt a NOB-nak, a végrehajtó bizottságának a végső döntését, amit ugye Rióban fognak meghozni, hogy a karate a másik négy sportággal, ami programjavaslatban van, az bekerül-e. Azt mondják, hogy körülbelül 90% az, hogy jóvá fogja hagyni a végrehajtó bizottság azt, hogy a 2020-as olimpián már a karate is legyen. A következő olimpia? Így van, igen. Tokió.
Úgyhogy igazából pozitívan várjuk a döntést. Nagy meglepetés lenne, hogyha nem választanák be a sportágat, hiszen ugye ez a reform program csomag igazából pont ezért van, hogy a hazai rendezőbizottság ugye tudjon kiválasztani olyan sportágakat, amiben ő szeretné. Hát betenni. Tudod, itt közbevágok rossz szokásomhoz híven, hát hogy ha Tokióban nem lesz karate, akkor hol lenne? Igen, ugye? Ezt teszi fel körülbelül a karate mezőnynek a majdnem a minden tagja, úgyhogy nagyon, nagyon bizakodóak vagyunk e tekintetben, hogy 2020-ban esetleg olimpián tudunk. És neked még belefér 2020? Abszolút, én tervezem is, hogy ha tényleg olimpiai sportág leszünk, akkor addig ütni a vasat. Helyes, meg az ellenfelet. Így van. De Marci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, többek között azért is búcsúzom ilyen gyorsan, mert tudom azt, hogy ugye holnap utazol. Így van, még az érzés is. A kedves nézők tudják, hogy az felvételről megy ez a beszélgetés. Edzése kell menned, össze kell pakolni, és hát ne hagyjál itthon semmit, viszont ne hagyjál kint érmet. Igen. Ha lehet, akkor ne bronzérmet hozzá, hanem most már valamivel egy kicsit fényesebbet. Igen. Jó? Igyekszünk, köszönöm szépen. Sok sikert kívánunk, vigyázzatok magatokra, és hát hajrá, UTE! Köszönjük!